Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, akik egy, hát mondhatom, hogy történelmi jelentőségű előadásnak az alkotói részesei. Először is a címszereplő hölgyet hadd mutassam be, Kisfaludi Zsófi, aki Tóth Ilonkát alakítja ebben a musicalben, ami nagyon reméljük, hogy hosszú életű lesz, és hát igazán egy különleges kezdeményezés, amelynek az értelmi szerzője dr. Horváth Attila, ugye ezt vállalott, hogy az értelmi szerzője, és aztán még sokkal több mindent is tettél ebben a darabban, azt is majd elmondjuk. És itt van Koltai Gábor, aki természetesen a rendezője ennek a darabnak. Neked Tóth Ilonka mit jelentett? Hát én nagyon közel vagyok ehhez a témához, földi az értelemben is, mert én a Domonkos utcában születtem, és ott nőttem föl. Ez a Domonkos utca, amit most Császár András utcának hívnak, ez ott van a Városligetnél, az Ajtósi Dürersor egyik mellékutcája. És Tóth Ilonka, ugye a Péterfi Sándor utcai kórház kihelyezett részlege a Domonkos utcába, igaz, hogy az utca másik végén a Tököli út felé eső részén működött, tehát mindaz, amit a történelmből ismerünk, és amit ez a musical feldolgoz, hát ez abban az utcában történt, tehát gyakorlatilag én akkor csak 6 éves voltam ugyan, de az, hogy ott az utcában történt valami drámai dolog, ez szóbeszéd tárgya volt. Nyilvánvalóan nagyon keveset lehetett a nyilvánosság előtt erről beszélni, de a családban erről szó volt, a házban szó volt erről, tehát én ezzel nőttem fel, sőt, az egy soha el nem felejthető emlék, hogy ezzel a kis kihelyezett kórháza szemben volt a Domonkos templomnak a kertje. Domonkos templom most is van, az a kertész már nem a templomhoz tartozik, és abban a kertben volt egy sír, ami ehhez a gyilkossághoz kapcsolódott, és amikor mentünk a templomba, akkor én annyira féltem ettől a sírt, hogy ott mindig lehajtottam a fejem, és akkor ilyen béka ügetésbe tettem meg 15-20 métert, aztán amikor elhagytuk a sírt, akkor újra föl egyenesedtem. Hát persze később tudatosodott bennem, meg tudtam meg ennek az egész drámának a történetét, tehát hogy úgy mondjam, én fertőzött voltam ezzel a témával, és hát nagyon-nagyon sokat olvastam hozzá aztán természetesen, és hát nyilván a rendszerváltozásnak kellett bekövetkezni, hogy erről őszintén beszélni lehessen, olvasni lehessen, és hát ugye most már jó sok könyvben, hála többek közt ugye Horváth Attilának föl van dolgozva mindaz a dráma, ami ezzel a mondhatjuk hős fiatal lányjal bekövetkezett. Az, hogy ez a mű létrejött, ugye ahogy mondani szokás, dr. Horváth Attila nélkül nem jött volna létre, hiszen hát te vagy ennek az egésznek az értelmi szerzője és a részben a szerzője is. Igen, a 16. kerületben lakom. Egyik dolog, ami összekötött Tóth Ilonával, az az, hogy a Tóth Ilona a 16. kerületnek a díszpolgára. Én is ezt a megszerzett címet megkaptam. És a másik, hogy részt vettem annak a múzeumnak és a szülőháznak az elkészítésében, felújításában, ahol Tóth Ilona ugye élt, nem messze tőlünk, ahol mi lakunk, és a édesanyám is ott lakott, nagyjából ugyanabban az időben született, ő is Ilona volt, nagyon valószínűleg ismerték egymást, és hát mind a ketten ma is itt lehetnének közöttünk, 1932. október 23-án, ez is milyen hátborzongató dátum született Tóth Ilona. Úgyhogy rengeteg minden összekapcsolt, ráadásul én a szocializmus alkotmány és jogtörténetével elég behatóan igyekeztem foglalkozni, több tanulmányt is írtam erről. Hiszen hát a jogi egyetem egyik professzorához is szerencsék, a magyar állam és jogtörténetet tanítasz, ugye? Igen, és hát azon belül is előadásokat tartok, könyveket írok erről az időszakról. Bocsánatot kérek, igen, hogy erre kíváncsi vagyok, úgy, mint ilyen jogászfiú, hogy tulajdonképpen most már az 56-os perek azok a jogi tanulmányok részt, tehát a magyar állam és jogtörténet tantár részeivé váltak? Hát most már egészen a rendszerváltozásig elhozzuk a jogtörténetet, azt tartjuk ugye cezurának. Másrészt pedig például személy szerint én is tartok olyan választható órát, amelyik a koncepciós pereket mutatja be, ennek a korszaknak a jogtörténetét mutatja be, és ezek hál' Istennek
ennek eléggé látogatott órák. Ez a speciál kollégium? Ez a speciál kollégium, és erre, ha most jól tudom, például ebben az évben is 68-an jelentkeztek a legutolsó adat szerint, ez önkéntesen dől el. Van, akinek senki nem jelentkezik az órájára, van, akinek meg sokan jelentkeznek, és hát úgy látszik, hogy ez a téma azért hál' Istennek érdeklődése tart számot. Ugye ez mégiscsak a közelmúlt, és mindmáig ható kihatásai vannak ennek az időszaknak, ezeknek a pereknek, ezeknek a történeteknek. Ugye Tóth Ilonának ráadásul ugye igazságot is kell szolgáltatnunk, mert sajnos még most is vannak olyanok, akik kétségbe vonják azt, hogy ez koncepciós per lett volna az ő ítélete. Ugye én, aki a koncepciós pereknek a több tucatját dolgoztam föl és olvastam végig, egyértelműen állíthatom nyugodt szívvel, főleg azért is, mert a Tóth Ilona perét többek ugye feldolgozták, M. Kis Sándor, Kis Réka, Jobbágyi Gábor, és hát az ő anyagaikra is tudtam ebben a témában támaszkodni, mert ugye az mégiscsak ők voltak, akik az alapkutatásokat itt elvégezték, és hát minden szempontból bizonyított, hogy itt egy nagyon csúnya, kegyetlen koncepciós per zajlott le. Egy 24 éves, csodaszép, törékeny, 47 kilós lánnyal szemben, aki az orvosi egyetem legjobb tanulója volt. A mi múzeumunkban ott van a indexe, tiszta kitűnő volt végig, tehát a legkiváló volt, ezt próbáljuk a darabba is bemutatni, hogy ott nem akárki volt azért, és hát nem véletlenül volt az egyik első számú célpontja a Kádár rendszernek, akik gyűlölték az értelmiségét, gyűlölték azokat, akik a legjobbak a maguk szakmájában. Itt említetted, hogy a legkiválóbb volt ő az orvosi egyetemen, hát egy nagyon kiváló színésznő, Kisfaludi Zsófi alakítja. Te mit tudtál, mielőtt ezt a szerepet megkapta Tóth Ilonáról? Tulajdonképpen csak a középiskolai tanulmányaimban találkoztam Tóth Ilonával, úgymond érintőlegesen, és amikor 4 évvel ezelőtt láttam egy casting kiírást, és ott felkészültem erre a szerepre, és én egy meghallgatás alapján kaptam meg a szerepet, és akkor néztem utána mélyebben, és akkor olvastam, megnéztem. Nagyon kevés felvétel, nagyon kevés videóanyag van fönt Tóth Ilonáról, de szerencsére van egy pont a tárgyalásnál, amikor ugye kihallgatják. Ezek nagyon megrázó képek, ez nagyon... Nehéz ezt látni, és még nehezebb ezt visszaadni, tehát mint színésznő ez egy nagyon komplex szerep, nehéz életút, és ezt tulajdonképpen másfél órában bejárni, hálás feladat, de közben félig belehalok. Hát az olyan hogy utána legalább 3-4 órán át nem tudsz visszajönni a valóságba. Ugye ez a harmadik ilyen érája, úgymond ennek a darabnak. Mondtad, hogy casting, és akkor igen. Horváth Attilára mutattál, ő adta neked ezt a szerepet, vagy pedig a Gábor? Nem mondtad, hogy casting volt, vagy akkor hogy volt ez? Most eláruljuk a titkokat? Mondjuk ki őszintén, az Attila, amikor engem fölkért, azt mondta, hogy a főszereplő megvan. A főszereplőt úgy hívják, hogy Kisfaludi Zsófia. De hogy láttam a lelkesedést? Mert átütő volt. Itt az előszobában. Itt na most figyelsz ide, Attila nem tudta, hogy amikor én a nevét, mert ő nekem nem egy idegen lányt mond, vagy egy színésznőnek a nevét hát mondja. Hát apukáját, anyukáját is ismered, elárulhatjuk? Hát csak erről van szó. Először is az apukának a koncertjeje, mint egyetemista jártam a Bercsényi kollégiumban, ez volt a Kex együttes, ahol a apuka volt a dobos. Aztán anyukával 83-ban többek közt, mert sok más dolgot is csináltunk, az István a királyt együtt csináltuk a Városliget király dombján, az Anna lánya. Az Anna lánya, ők egy iskolában jártak. Osztálytársak voltunk, igen, és a Móricz gimnáziumban. És a Móricz gimnáziumban kis iskolai darabokat csináltunk, és akkor én már tudtam, hogy ő egy nagyon tehetséges lány, de azt mondtam neki, hogy figyelsz, ha nagy színésznő leszel, el ne felejtsd elmondani az interjúkba, hogy az első rendeződ a gimnáziumban Koltai Gábor volt. Igen, de viszont aki kiválasztott erre a szerepre, az nem a Koltai Gábor volt. Nem. De azért, az élet ilyen, de nem mert, szép. Mert azt nem említettük, most már a családot körbe hordoztuk, de azt, hogy az anyukájának a neve az, hogy Hüvösvölgyi Ildikó, akit én személy szerint imádok és nagy rajongója vagyok. Tehát, és az az érdekes, hogy csodálatos embernek is tartom őt. Hát ez így van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes
érdekes történet. Azt csak megerősíteni tudom. Hadd mutassam be a maga teljes portréját dr. Horváth Attilának, aki hát ugye egyetemen tanít, jogászember, szerző, ember, íróember, és mint bíró, a magyar bírói hierarchia legfelsőbb foka az az alkotmánybíróság, és dr. Horváth Attilában egy alkotmánybírót tisztelhetünk. A Tóth Ilona perét hogy lehetne ma jóvá tenni? Van-e lehetőség arra? Most már nem is a jogi jóvátétel a fontos, hanem az, hogy a közvélemény minél többet tudjon erről a korszakról, és konkrétan Tóth Ilona peréről is, hiszen ugye őt ugye egészen a rendszerváltozásig folyamatosan rágalmazták. Kádárék őt zászlóként lobogtatták a nyugat-európai közvélemény előtt, hogy lám-lám, ugye nálunk nem csak a pesti srácok voltak ugye a ellenforradalmárok, a fasiszták, hanem itt van egy értelmi egy orvos. Igen. És ugye akkor ez azért rendezik meg ezt a kirakat pert, mert ezt a Markó utcában, az esküccéki terembe hatalmas nagy felhajtása, a nemzetközi médiát odahívják, Bacsó Péter, Örkény István és Makkároly ott ülnek az első sorban, és őket nekik parancsba adják, hogy majd erről csinálnak egy propagandafilmet, ami valami miatt nem készült aztán el, mert hogy a nyugat-európai kommunista pártokat akarták ezzel megmenteni, mert ugye nekik rendetesen kínos volt, hogy leverik a forradalmat a szovjetek, viszont a szovjetektől kapták a pénzt. És most ugye mit válasszanak, Marsot vagy a tőkét, ugye ezen gondolkodtak, és hát ugye ők azt mondták, hogy hát a szovjet támogatás kell, tehát nem fogják elítélni a szovjet beavatkozást, és akkor ez emellett kellett kitartani, és kellett valami ürügy, és akkor Kádár elmegy Olaszországba, és elmondja, hogy hát van itt ez a rettenetes gyilkosság Tóth Ilonával. Úgyhogy az egésznek ez a kulcsa, és hogy csak azért, hogy propagandát tudjanak kialakítani, és ezzel a nemzetközi kommunista mozgalmat tudják támogatni, ezért megrendezték ezt a rettenetes pert, és ezért egy teljesen ártatlan orvosnőt, aki rettenetesen sokat tudott volna tenni Magyarországért, hát hány embert gyógyított volna, hány emberen segített volna, milyen orvos, tudós. Hát akkor már az évfolyam elsőként. Uh-huh. Tehát én beszéltem évfolyam társaival, olyanokkal, akik ismerték, a szomszédnénivel, tehát minden honnan gyűjtöttük az adatokat, nem csak a levéltári forrásokból, mert az abból nehéz egy darabot írni, hanem ilyen szemtanúktól. És mindenki azt mondta, hogy egy megszállott, jó értelemben megszállott, aki az orvosi pályát az hivatásnak tekintette. Igen. Tehát ő mindenkit gyógyította, a szovjet katonákat is meggyógyította, akiket odavittek. Csak mondok egy esetet, hogy először mentőzik, és akkor kiküldik egy esethez. És ott áll keresztbe a szovjet tank. És hát már a mentősök mondják, hogy hát itt nem tudunk tovább menni, mert a tank elállja az utat. És egyszer csak azt látják, hogy Tóth Ilona kipattan a mentőből, odarohan a szovjet tankhoz, és eltereli a szovjet tankot. És a tankosok is, a szovjet katonák is Tóth Ilona hatása alá kerülnek. Ugye ott áll egy filigrán törékeny doktornő, a fehér köpenybe, orvosi táskával a kezébe, és mondja az orosz tanknak, hogy menj el onnan. És letoltott, és el tudtak menni. Tehát egy ilyen hihetetlen kisugárzása volt, egy fantasztikus személy volt, mert mindenki, aki visszaemlékezik rá, ezt mondja, és hát ezt kellett tönkretenni, félig agyonverni, ugye a Néma Talp című könyv árulkodik erről, már a címében is, hogy nem reagált a Talp az orvosi vizsgálatra, mert annyira szétverték. Egyébként én nekem, amikor legelőször úgy alaposabban elolvastam, meg megismertem Tóth Ilona működését, akkor hát remélem, hogy nem nevettek ki, ezért nekem a Jeanne d'Arc jutott eszembe. Tehát az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az 56-os forradalom Jeanne d'Arc-ja volt Tóth Ilona. Amikor az ember megnézi az 56-os snitteket, hogy ez hogy kezdődött október 23-án, ahol a Budafoki úton a műegyetemisták, aztán az eltések, és akkor ott összekapaszkodva ezek a csodálatosan szép, jóarcú lányok és fiúk, tehát ahogy ez az egész kezdődik, ahol szinte öntudatlanul mennek, mert valamiből borzasztóan elegük van, és szeretnének valami mást, valami sokkal értelmesebbet. Ez a nagyon szép lány, mert tényleg ez mai szemmel is a Tóth Ilonka egy nagyon csinos és nagyon szép szemmel való lánynak
tűnik, és az is volt, és egy jó lelkű, és egy tehetséges, aki a darabban is ezt próbáljuk, hogy, hogy hogyan lesz tudatos forradalmá. Tehát amikor az elején csak átengedi magán ezt az egész hangulatot, és aztán egyre inkább rájön azokkal az értékekkel, aminek a mentén szerveződött voltak éppen ez az egész 56, és hát ő nem fogadja el azt a fölkínált állást a tanszéken, hanem ő az embereket akarja gyógyítani. Tóth Ilona vagyok, szigorló orvostanhallgató. Életemet az emberek gyógyítására szentenem. Ez a hivatásom. Voltaképpen 30 évvel a rendszerváltás után került ez a darab színre, és amennyire tudom, nem is kis, hát hogy is mondjam, küzdelem után. Na most ez a 30 év, ez nem volt túl sok ehhez? Nem kellett volna már réges-régen ennek megszületnie? Hát bizonyára meg kellett volna korábban is születnie, de hát most jutottunk el ide mi is, hogy ezt felmertük vállalni. Kicsit megmondom őszintén... Bocsánat, a felmertük vállalni, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy feladat, tehát nem az, hogy az ügyet felvállaltátok, hanem az, hogy ezt a nagy feladatot. Hát ugye mindezt megszervezni, elérni azt, hogy erre támogatást kapjuk, ugye most az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 16. kerületi önkormányzat, a Honvédelmi Minisztérium ugye támogatott minket, és ugye az egyetemisták is eljönnek erre az előadásra, tehát nagyon sokakat mögé kellett, az ügy mögé kellett állítani, és hát azért nem olyan egyszerű dolog, hogy bemegy az ember a minisztériumba, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, én egy fantasztikus jó darabot fogok csinálni, ha adtok rá pénzt. Hát ugye ezt én elhiszem, hogy tucatjával jönnek hasonló történetekkel emberek is. Jogosan mondja a minisztérium, hogy ezt támogatom, azt meg nem támogatom. Tehát fel kellett építeni egy olyan darabot, amire azt mondhatjuk, hogy ezt megérte az ebbe befektetett energia, egyebek, és hát a végső szikrája ennek az egésznek az volt, amikor átadtuk ugye a múzeumot és a szülőházat, hogy ne csak az legyen, hogy odajön egy ilyen iskolás csoport, ezt végignézi, és aztán hazamennek, és vagy megérinti őket ez, vagy nem, hanem a fiatalokhoz pontosan a zenei nyelvvel tudjuk közelebb hozni. A zene az csodákra képes. Olyan dolgokat ki tud fejezni egy opera, egy rockopera, egy musical, amit prózába lehetetlen. Tehát ugye írja valaki, hogy én csak egy dolgot tudok leírni, ezzel szemben mondjuk az operában három szólamban énekelnek, és hárman énekelnek egyszerre. Itt is van egy olyan jelenet, amikor a professzor, aki hívja a tanszékére Tóth Ilonát, együtt énekel a főhősnővel, és egy duettet
És hát ugye az érzelmeket, amiket ki tud váltani egy ilyen opera, tehát közelebb tudjuk hozni a fiatalokhoz a zene nyelvével, ráadásul egy olyan zenével, ami a fiatalokhoz közelebb áll zeneileg is, ebbe többféle stílus található ebbe a darabban, két kiváló zeneszerző írta meg ezeket a dalokat. Róluk szerettem volna, bocsánat, hogy közelebb kérdezni, mert hogy tudtál-e hatni rájuk, hiszen a Bácskai Zsolt és Horváth Tamásnak hívják a másik urat, aki, ha jól tudom, nem, hát ez biztos, tudom, hogy a testvéred. Tehát igen, ez igen. Nagyon... Azért nem szoktam mondogatni, hogy nagy azt higgyék, hogy azért került be a darabba, hogy mert az öcsém, hanem tényleg nagyon szép dalokat írt. Tehát persze a Zsolt a fő szereplő, tehát a daloknak a legnagyobb részét ő írta, a szövegeket is ő írta, egy fantasztikus szövegíró. Ezek úgy születtek, ez nekem, megmondom őszintén, nagyon nagy élmény voltak, hogy mondtam, hogy körülbelül erről a témáról kéne egy dal. És akkor a Zsolt meg a Tamás hazamentek, és akkor egyszer csak küldik e-mailen, vagy jönnek hozzám a pendrájjal, bedugták a szobába. Más zenével együtt, tehát hát zene ők, és dal. Ők igen, profik, ezt úgy csinálták, hogy megkomponálták az egészet, utána minden hangszeren följátszották már előre, ők fölénekelték, hát egy kicsit furcsa volt, hogy ugye férfi hangon hallottam Tóth Ilonát először, ugye, mert így születtek meg a dalok, és hát én akkor már akkor lehidaltam, megmondom őszintén, tehát amikor legelsőként megszületett a Piros a vér a Pesti utcán című szám, hát én ott hátam borzongott, elsírtam magamat, kemény férfi ember létemre, és ugyanígy voltam a többi darabbal is, és akkor kirajzolódott aztán a Gáborral, sőt a Zsófival együtt is, mert ő is a forgatókönyvnek egyik szerzője, sőt nagyon fontos szerzője, mert óriási ötletekkel állt elő, hogy hogyan épül föl ez az egész mű, hogyan tudjuk azt elfogadtatni, hogy ők húsvér emberek voltak, ezért van az elején egy olyan jelenet, ami az egyetemen játszódik, amikor már lázadnak, már 56 előszele, már beszólnak a pártvezetőknek, Ratko Annának, meg a disztitkárnak. Már úgy lázadnak, hogy beteszik a Elvis Presleynek a Tutti Futti számát, és akkor erre aztán jönnek a rendészek, és az egészet elzavarják. Utána aztán kezdődik a forradalom, és aztán utána, ami a legnehezebb volt, azt elmagyarázni a nézőknek, hogy miért tett beismerő vallomást a Tóth Ilona. És hát így épül föl ez a darab, és ebből megértheti az egyszerű néző, aki nem ismeri ezeket a helyzeteket, mert remélem, hogy soha nem is fog ilyenről hallani, látni, hogy valakit bevisznek, és addig kínoznak fizikailag, meg lelkileg, amíg hajlandó olyan beismerő vallomást tenni, hogy saját magára vall, hogy ő egy embert megölt. Amit
amit látják, kedves nézőink, a bejátszás után egy kis változás történt, ülésrend változás. Dr. Horváth Attila itt maradt mellettem, és ott mellette pedig Horváth Tamás úr, aki az egyik zeneszerzője ennek a musicalnek, és Bácskai Zsolt pedig, aki a másik. Annyit hadd áruljak el, Tamás, mivel a hasonlóság az elég feltűnő köztetek, hogy testvérbátyádról van szó, ugye? Így van. És természetesen nem azért kerültél a musicalbe, nem azért kért fel, mert te a testvére vagy, hanem azért, mert egy kiváló zeneszerző is vagy. És hát Bácskai Zsoltot az pedig mindenki csak dicsérte eddig szintén. Szemmel láthatóan azért még nem voltál nagyon idős 56-ban, 1956-ban, hogy neked 56, meg ez az egész szellemiség, meg ez a történet, ez jelent valamit? Szóval ez téged belülről is megérint? Ez természetesen engem is megérintett. Én első körben édesapámtól hallottam az 56-os forradalomról. Ő akkor 13 éves volt, és hát elmesélte, hogy miket élt át. Ő akkor az egyik kapujban fényképezett éppen, és egy orosz katona oda ment, és elvette a fényképezőt, kitépte belőle a filmet. Tehát valamiféle kötődése milyen formán van. Lehet, hogy szerencséje is volt. Tehát édesapám történeteiből értesültem én azért a forradalomról. Nyilván mélyebben nem tudtam tanulmányozni, mert ugye, amikor én diák voltam, akkor pont a rendszerváltás környékén voltunk, tehát akkor a régi könyvek már használhatatlanok voltak ebből a szempontból, az újak meg még nem készültek el. Te nem vagy zeneszerző, Attila, de viszont hát a te koncepciód alapján készült az egész. Neked voltak-e elvárásaid a zenével szemben? Mondtál-e instrukciókat, kértél-e bizonyos dolgokat a zeneszerzőktől? Én inkább témákat adtam meg, tehát azt kértem a két zeneszerzőtől, hogy ezt és ezt a jelenetet, ezt és ezt a gondolatot, ezt és ezt az életérzést írják meg, és abban igyekeztem nekik mindenképpen segíteni, hogy ennek milyen történelmi háttere volt. Tehát az orvosi eskütől kezdve a forradalomnak az eseményei, a kínzások, a Tóth Ilonának az élettörténete, hogyan álltak össze. És hát természetesen két fantasztikus zeneszerzővel sikerült így együttműködni, akik ők maguk is hozzáadták az ötleteiket, tehát nem csak a zenei ötleteiket, hanem a megvalósíthatóságban is. És hát abban viszont szintén nagyon jók voltak, hogy ők találták ki, hogy akkor ehhez a jelenethez milyen zenei stílus kell. Az volt a nagy feladat, hogy Ilona bőrébe bele kellett bújni, hogy mit érezhetett akkor, amikor éppen emelkedett hangulatban esküdtesz, hogy ő egész életében gyógyít. Mit érezhetett akkor, amikor a cellában tulajdonképpen már a halálra készül, az elvetemült sátánfajzott ávos főtiszt mit mondhatott, mit gondolhatott, és tulajdonképpen ugye a dalszövegírásban ugye az a nagy feladat, hogy verset kell írni, de olyan verset, amit el lehet énekelni. Tamás, azt mondják, hogy volt-e az alkotás folyamatában egy kis testvérvita, túlzott elvárás? Nem igazán, inkább olyanról volt szó, hogy például a Piros a vér dal úgy született, hogy ő megmutatta nekem ezt a verset, hogy akkor ez egy nagyon fontos része volt a forradalomnak, és engem megfogott az egész vers is, de a darab szempontjából az utolsó négy versszaka úgy rögtön úgy kiemelkedett, ami egyben a címadó sor is benne van. Az őrizd a lángot. És a piros a vér, tehát hogy én erre gondoltam, erre a sorra. És számomra teljesen egy ilyen népdalszerűen jelent meg ez a vers, ahogy a 48-as forradalomban is voltak ilyen mai napig is énekelt népdalok, és valahogy ez bennem így jelent meg. És még aznap este elküldtem Attilának egy ilyen demo felvételt erről, és akkor igazándiból úgy került valahogy be a darabba.
Ennek a darabnak az is egy nagyon nagy erőssége, hogy többféle zenei stílus keveredik benne. Tehát nem olyan rockmuzikál, amiben minden dal ugyanarra a kaptafára. Tehát nem egy stílusú. Hanem az szerint, hogy éppen milyen jelenet van. Az egyik az egy kemény rock, dráma, a másik az egy kicsit ilyen esztrádabb jellegű, vagy bluesosabb. Sőt, van egy dal, ami egy kicsit olyan magyar népdalszerű, a Pirosabb ér a Pesti utcán című Tamási Lajos versére íródott zene. Úgyhogy ez a sokféle stílus is erősíti a darabot, mert hát így még több kifejező erőt kapott az a jelenet, hogy a zenei műfaj is alátámasztotta annak a hangulatát, annak a részletnek, amihez kapcsolódott ez a zene. Jól gondoljuk át, mi az a vádpont, melyel célunkat elérjük és halált hoz. Röplapoztásért börtön dukál, de gyilkosságért akasztóba jár. Most, hogy megtaláltuk azt a módot, likvidáljuk gyorsan ezt a tótot. A doktornő már túl messzire ment, ez a lány ránk nagy veszélyt jelent. A per után majd helyreáll a rend. Zsófi, mi volt ez a szerzői munka, amiket te műveltél ebben a darabban? Hát azért ez egy kicsit túlzás, de mondjuk egy dramaturgiai segítséget valóban nyújtottam én is ehhez a darabhoz, úgyhogy én is ezt ilyen saját gyerekemnek tekintem, az egész Tóth Ilona rockoperát. Lényegében az volt a kulcs, hogy van 24 zeneszám. Általában a zenei számok egy rövidebb adott állapotot, hangulatot, valami rövid történést fejeznek ki. Tehát az összekötő részeket ki kell találni, hogy azt ugye úgymond csak prózában tudjuk elmondani, hogy amúgy bemutatkozzon, hol született, mikor született, stb. Tehát a tényszerű adatok, meg a, ugye mivel vádolják, kit, mikor ismerte meg, ugye Kollár István rakodómunkás meggyilkolásával vádolták. Tehát, hogy a tényszerű adatok a zene és ugye a dallam, a gyönyörű dallamok mellett azért elhangozzanak, ezekre az instrumentális részekre, amikből szerencsére amúgy sok van a darabban, ezekre az instrumentális részekre illesztettük be. Tehát tulajdonképpen megy a zene, és fölötte pedig elhangoznak ezek a nagyon-nagyon fontos mondatok, és így tudtunk egy ilyen dramaturgiai ívet hozzátenni, és tulajdonképpen összekötni az egyes számokat, hogy eljussunk A-ból B-be, és a néző valóban megtudjon nagyon sok fontos információt. Na, Zsófiról azt tudtam például, hogy a szépség és a szörnyetekben nem a szörnyeteket természetesen, hanem a szépséget játsza. Ez nem okoz-e problémát? Bocsánat, lehet, hogy ez nagyon buta kérdés, de vállalom. Ez nem kockázatos, hogy az ő szépsége elvarázsolja és elviszi az egész darabot? A Zsófi az egy köznapi értelemben is egy csinos csaj. Na, de hát a Tóth Ilona is egy csinos és szép nő volt. Tehát önmagában ez nem ellentétpár, ez inkább segíti a dolgot. Akkor van baj, hogyha ez a csinos színésznő, ilyeneket is ismerünk, a színpadon kevésbé tehetséges, akkor baj van. Na, de ez esetben ez a kettő együtt jár, és egy nagy nyeresége, és amiről ő beszélt, kicsit szerényen, tudod, hogy ő iszonyatosan mélyen éli át ezt az egészet. Tehát ugye ő itt nem egy szerepet tanult meg, hanem Attilával ő nagyon sokat beszélt, konzultált, hozzáolvasott, tehát ő nagyon mélyen megpróbálta ezt az egész világot, hát amikor ő nem is létezett, még magába földolgozni, megismerni, átlényegíteni, és megcsinálni. Hát ez egy nagyon hatásos és szép, és azt gondolom az ő életében ez egy nagyon
fontos, nem akarok ilyeneket mondani, hogy mérföldkő, mert ezt mindig szokták mondani, de egy nagyon fontos állomás. Ugye van egy olyan jelenet a darabban, amikor szegény Tóth Ilonát, azaz Zsófit kínozzák, hogy beismerő vallomást tegyen. És engem végtelenül megfogott az a mondata a Zsófinak, amikor mondja, hogy hát fiúk, akkor tényleg üssetek, mert nem lesz hiteles a darab. És mármint, hogy a darabban a színészek tehát amikor ütik gumibottal, odavágják a földhöz, és a Zsófi ezt a darabért, mert azt mondta, hogy ez egy olyan darab, aminek nagyon szépnek kell lenni, és életűnek lenni, ha csak ott nagyon imitálják ezeket a ütéseket, akkor az a néző számára inkább ellenkező hatású lesz. Itt viszont tényleg találnak a ütések, és hát szegény Zsófi a próbák vége fele már tiszta kék-zöld volt. Féltük, hogy az előadás már nem éli meg, mert olyan volt. És hát én ezt végtelenül tiszteltem benne, hogy ő ezt felvállalja ezért a darabért ezt a dolgot is. Bocsánat, azért ehhez hozzá kell tennem, hogy azért ez nem úgy történik, hogy tényleg fizikailag nagyon-nagyon teljes erőből pofonokat kapok. Ennek van technikája, tehát a színpadi pofonnak, verésnek, lelökésnek, megfogásnak, ezeknek vannak technikái. De ettől függetlenül ezek ugyanúgy nyomot hagynak az emberben, lelkileg is, meg testileg is, tehát valóban kék-zöld az egész térdem, meg mindenem, amikor úgy erősebben megfognak, mert hát ugye férfi emberek, ávósokat játszó férfi emberek valóban megfognak, és lehet, hogy ők nem is érzik annyira a saját erejüket, hogy nekem, hogyha csak megfogja az arcomat és hátrafeszíti egy vallatásnál, az amúgy mennyire fáj. De hát tényleg, amikor benne vagyunk a jelenetben, akkor nem lehet imitálni azt, hogy majd csak úgy éppen finoman hozzámérnek. Ilyen nincs. Pont volt egy ilyen ennél a jelenetnél, amikor ütöttek, és akkor azt mondtam, erősebben, így már jó. Borzasztó, de hogy közben tényleg valahol meg az a jó, mert az engem is sokkal jobban segít ahhoz, hogy én is még jobban és még mélyebbre kerüljek ebben a történetben, mert tényleg a darab vége felé már csúszom, mászom a földön, ugye ütik a talpam, és ugye mindeközben énekelek, tehát az a legnehezebb kihívás ebben, hogy ez egy koreografált mozgás, hiszen csak akkor lökhetnek le a földre, amikor én éppen nem egy tartott hangot énekelek, hanem mondjuk éppen levegőt veszek egy következő dallamivel énekléséhez, és olyankor lelöknek a földre, akkor levegőt veszek, és utána folytatom. Ezek technikák, amiket beállítunk Gáborral, és kigyakoroljuk. Ez most ugye a lelkednek, meg a személyiségednek a része lett? Tehát viszel tovább valamit belőle az életedben, hogyha más helyzetekben vagy akkor is? Tulajdonképpen jól mondta Gábor, ez egy mérföldkő, akkor is, ha nem dobálózunk ezzel a szóval, de valóban az életemben. Ilyen, egyrészt az, hogy ez volt az első olyan darab, amiben az alkotó folyamatban is részt vehettem. Ez számomra egy nagyon-nagyon jó dolog, mert 8 éve játszom ugyan színházakban, de általában mindig csak színészként dolgoztam, most így jó értelemben, de hogy itt most tényleg belevonódtam ebbe az egészbe, és tényleg harcoltunk mindenért, és megküzdöttük, és a díszletet együtt építettük, és bent maradtunk hajnalokig, és összeraktuk a koreográfiát, és dolgoztunk, és mindent, mert hogy a közös ügy, az volt a közös ügy, hogy egy olyan előadás szülessen, ami ad valamit az embereknek, és ami tényleg hatással lesz rájuk. És azt hiszem, hogy azt kell mondjam, hogy ezt el is értük, mert meglett emberek sírtak a nézőtéren, édesapám zokogott a nézőtéren. Ez a legnagyobb visszajelzés. Édesanyád mit mondott? Ő is zokogott. És hát nem csak azért zokogott, mert ugye a lányát látta, hanem megfogta ez a darab. Tehát a Wittner Mária, amikor megnézte a darabot, teljesen a hatása alá került, mert azt mondta, hogy, és számomra ez így közvetve egyik legnagyobb dicséret volt, hogy ő újra átélte. Azt ugye ő ott volt a halálsoron, halálra volt ítélve. Igen. És ezért ő Tóth Ilonát ugye rettetesen tiszteli, és úgy érzi, hogy mivel hogy ő életben maradt neki, Tóth Ilona
ügyét is szolgálnia kell, és ezért ő az egyik fő védnökünk, és az egyik nagy támaszunk ebben az egész történetben, és innen is jobbulást kívánunk neki, mert sajnos elég beteg, de azért, ha egy mód van rá, eljön a bemutatóra, tehát az előadásra mindenképpen. Úgyhogy tényleg ezt el tudom mondani, amit a Zsófi mondott, hogy idős emberek zokogtak, és a fiatalok közül is rengetegen nem tudtak először megszólalni, mikor ez a darab lement, és hát a befejező képsorok, amiket Gábor kitalált, tehát az aztán végképp már a legerősebb embereknél is eltört a mécses, hogy ezt lehet mondani, és én is minden előadást, sőt még a próbákat is egy kicsit úgy megkönnyezem, mert egyszerűen olyan hatás van, pedig én már nem tudom hányatszor látom a darabot, meg hát a próbákat is, mert a legtöbb próbán ott vagyok, igyekszem segíteni, ha kell, cipelem a díszleteket. Most szereztem be régi orvosságos üvegeket, hogy azok minden eredeti és hiteles legyen. 56-os eredeti géppisztoly, tehát egy 56-os veterán adta kölcsön, de ő is ilyen bepárásodott kézzel, hogy nagyon vigyázzak rá. De a darabért odaadja az eredeti 56-os géppisztolyt, dobtáros géppisztolyt, hogy az is minden, tehát minden hű legyen, és történetileg is hű, és nem lehessen semmilyen olyan kifogást találni, ami nem igaz ebben a történetben. És az a csoda, hogy te kitalálsz valamit, ami neked a lelkednek, szellemednek fontos, és akkor egy világ megteremtődik a színpadon, ez sikerült? Szóval azt a csodát, azt megkaptad, amit te szerettél volna? Hát ez fantasztikus élmény volt, hogy tényleg az ember ki gondolja, hogy milyen jó lenne egy rock opera, és akkor ilyen nagyszerű embereket találkozik, és nekem az is egy nagy élmény, hogy megismerkedhettem Zsófival, együtt dolgozhattam Gáborral, ugye voltunk már így hosszabb, rövidebb dolgokban együtt, de ilyenben ennyire nagy dologba, hát főleg amikor hívtam legelőször, Zsófival együtt fölhívtuk telefonon, hogy 2 hét múlva bemutató, de még nincs kész a darab, csináld meg, és hát Gáboron kívül nem tudom, hogy lett-e volna még élő magyar rendező, aki azt mondta volna, hogy semmi gond, 2 hét alatt is összedobjuk az egészet, és még külön mondtam neki, hogy jaj, és még egy apróságot majdnem elfelejtettem mondani, hogy gázsi az nincs, tehát ingyen és bérmentve, tehát ezt az apróságot is azért úgy megemlítem, csak úgy, hogy még lelkesebb legyél. Még lelkesebb legyen, ugye? Tehát, hogy még lelkesebben dolgozzon, és akkor ilyen nagyszerű emberekkel, meg hát belecsöppentem ebbe a színészvilágba, hát én ezelőtt a színészeket csak a színpadon, meg a televízióban láttam, meg a filmvásznon, és most velük kell beszélni, és látom, hogy ők is milyen rendes emberek, és hát olyan fantasztikus szereplőgárdát állított össze a Gábor a Zsófi köré, akik nem csak hogy egészen kiváló színészek, hanem nagyon jó emberek. Tehát akik szintén ugyanígy gondolkodnak, de még a világosító, tehát a keverő ember is azt mondta, hogy aki a fényeket kezelte, hogy ha bármikor újabb előadás van, neki szóljanak, mert ő jön akár ingyen is, csak hadd jöhessen el, mert ez neki is annyira tetszett. Úgyhogy, tehát az egyszerű rakodó munkás oda jött hozzánk, és mondta, hogy őt mennyire megérintette a darab, aki ott a hórúk emberként dolgozott. Úgyhogy nekünk ez szerintem egész életemben örök élmény lesz, és majd még az unokáimnak is ezt fogom mesélni, hogy én egyszer életemben benne voltam egy ilyen darabban. Létrejött egy remek csapat, létrejött egy remek előadás, és hogy látod az alkotó már, mint hogy te akkor most pihenhetsz, vagy pedig ennek a jövőjén kell még dolgoznod? Hát ez nem úgy van, hogy a műkész, az alkotó pihen,
hanem szeretnénk ezt a darabot továbbvinni, szervezzük a további előadásokat. Egyelőre előkészítés alatt áll, hogy Erdélybe is elmennénk, Marosvásárhelyre, Székelyudvarhelyre és egy-két másik erdélyi helyszínre, ahol vannak ilyen megfelelő színházak, és egy bécsi és egy londoni előadást is tervezünk. Ezeken dolgozunk, ugye nyilvánvaló, hogy ezek sokkal nehezebb megvalósíthatóságúak, de ez egy fantasztikus dolog lenne, hogy a határon túlra is el tudnánk vinni ezt a darabot. A bécsi magyaroknak, a londoni magyaroknak is egy kicsit dolgtassuk meg mind a két területnek a lévőknek a szívét. Nem titkoltan Londonba, Bécsbe, hogy esetleg hátha visszajönnek az erdélyeknek, meg hogy tartani bennük is a lelket az ottani körülmények között. Zsófi és Gábor, a ti reményeitek mik a darabban kapcsolatban? Hát, annyira nem tudom, most nagyon meghatódtam azon, amit mondtál, olyan gyönyörűen fogalmazta ezt meg Attila, hogy ennél szebben nem is lehet ezt elmondani, hogy milyen jövő képe van ennek a darabnak. Te úgy tartod, hogy ennek a határa a csillagoség? Tehát, hogy ez egy olyan darab, ami lehet, hogy még 50 meg 80 év múlva is ott lesz. Jó lenne, ha így lenne, akkor már biztos nem én fogom játszani. Veterán Tóth Ilonka. Azért ebből nem lehet egy olyan szériát csinálni, hogy akkor minden nap és dupla-dupla-dupla előadás. Tehát ez pont nem egy olyan előadás, amit így folyamatosan lehet játszani. Szerintem pont ez az ünnepisége nagyon szép, hogy így évente előkerül, és vagy hát időszakosan tulajdonképpen évről évre előkerül, és olyankor megemlékezünk Tóth Ilonáról és erről az egész időszakról. Ezt azért tényleg átélni sem egy könnyű feladat, szóval mondjuk azért egy dupla-dupla előadást nem biztos, hogy bevállalnék belőle, mert amúgy azért a színházakban nagyon sokszor szoktunk ilyet csinálni, hogy úgyis már áll a díszlet, akkor legyen belőle még egy előadás, ez nem az a darab. És viszont nagyon jó lenne, hogyha minél több emberhez eljutna, és nagyon jó lenne, hogyha minél többen átélnék velünk együtt ezt a történetet. Gábor, te színházban olyan rendező vagy, aki minden előadáson ott vagy a gyermekednél, vagy? Többnyire persze. Többnyire? Hogyne, hát hogyha nem figyelsz oda, akkor az úgy kezd oszladozni, és akkor már közreműködők olykor-olykor már megengednek olyasmit, amit próbán szigorúan megtiltottunk, úgyhogy jobb, ha az ember rajta tartja a szemét, de ugye visszatérve arra, amit kérdeztél, azt látni kell, hogy ez egy struktúrán kívül létrejött előadás. Tehát ez nem egy kőszínházban létrejött előadás, ami beépül egy műsorterbe, meg bérletezik, és itt egy tudós ember, egy alkotmánybíró producerként kitalált Tóth Ilonáról egy rock musicalt. És ezt, mert ő ezt nagyon akarta, hogy ez létrejöjjön, sok oknál fogva, amiről itt szó volt, ezt ő keresztül vitte és létrehozta, de ahhoz, hogy ezt elő tudjuk adni, ehhez a producernek mindig újra és újra elő kell teremteni a pénzt, és ugye te itt már ezt érintetted, hogy miért olyan nehéz ez, hát hisz 30 évvel vagyunk a rendszerváltozás után. Hát azért, mert 30 évvel azt látjuk, hogy nagyon kevés a magyar történelemről szóló színházi előadás, vagy film, vagy televíziós játék. Ahhoz, hogy mi itt országlakosok gyülekezetéből újra egy összekapaszkodó, összetartó nemzetté váljunk, hát ahhoz ismerni kell a történelmünket. Annak következtében tudjuk csak a jelenünket igazán érzékelni és értékelni, és aztán majd egy jövőképet kialakítani, hogy mifelé akarunk mi, mint magyar nemzet törekedni. Hát ebben nyilván egy nagyon kicsinke pont ez a Tóth Ilonáról szóló Őrizd a lángot című rock musical, de azért abban azért mélyen reménykedünk, hogy ez hozzájárul
ahhoz, hogy az a pislákoló lángot az emberi lelkek mélyén, az ne aludjon ki, hanem az megerősödjön. Az a darab cím, hogy őrizd a lángot. Tehát akkor most itt tulajdonképpen van remény arra, hogy őrizzük a lángot, meg hogy tovább visszük a reményt, ugye? Ezzel most azért egy lépéssel előbbre vagyunk, hogy ez a darab létrejött, és hogy ez most működik. Ez hát ha ebben nem hinnénk ebbe a dologba, akkor nem is vágtunk volna bele. És nekem olyan szempontból van egy kis előnyöm, hogy én minden nap odaállok az egyetemen a hallgatók elé, és ők a lábukkal szavaznak, már olyan értelemben, hogy ha nem jó az előadás, akkor kimennek. Ha jó az előadás, akkor bejönnek. Kicsit olyan, mint a színház oda is, hogyha jó az előadás, bejönnek a nézők, stb. Azért ez nem olyan túlodvarius dolog egyébként. De azért meg kell. Én ezt vállalom, és azt mondom, hogy nekünk ott kell lenni a front közelbe, és én hiszek benne, hogy meg lehet találni azt a nyelvezetet, azt a stílust, azt a mondani valót, ami a fiatalokhoz szól, és természetesen ezt a darabot ma már minden generáció érti, mert ugye a rock musical, tehát a rock zene az alapja igazából, de most már lassan az 56-os generáció is ugye a nagy rock generáció, tehát ők is ebben a zenében nőttek, ők is ebben lázadtak, és a mai fiataloknak is ez az egyik kulcsa, ez a fajta zenei stílus, amit kértünk kifejezetten a zeneszerzőktől is, hogy ilyen módon írják meg, és hát csodaszép dallamokkal, fülbemászó dallamokkal, majdnem azt mondtam, hogy slágerekkel, de ezt nem szabad itt ilyet mondani egy ilyen drámai műnél. Én biztos vagyok benne, hogy aki ezt a darabot látta, az valamit megőriz ebből a lángból, és ezt viszi tovább, és az a katarzis, ami a mű végén, ugye belülük is kihozott valamit, az tovább él, és talán egy picit jobb emberek lesznek a darab megnézése után. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát nagyon nagy sikereket kívánok meg, és hosszú életet a darabnak is, meg persze hát nektek is. Köszönjük szépen. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Őrizd a lángot, ez a cím ennek a musicalnek. Javaslom, hogy próbálják meg elérni, megnézni. Viszontlátásra!